Számtalan módszer van egy pedagógus kezében arra, hogy elsajátítassa a gyerekekkel a tananyagot. Értelemszerűen ez nincs meg a szülőknél. Éppen ezért nem is helyettesíthetik a jelenlegi helyzetben sem a tanárokat, mondja a Wasinski iskola vezetője. De senki ne gondolja azt, hogy mi azt várjuk a szülőktől, hogy ők tanítsák meg helyettünk azt, amit nekünk kellett volna. Inkább azt gondoljuk, hogy próbálják meg a gyereket rávezetni a feladatok alapján arra, hogy azokat a digitális feladatokat, amelyeket megkapnak, az hogyan lehet gyakorlatilag megoldani. Tolnán 6 feladatellátási hely működik, mindenhol az adott osztályra és nevelőtestületre szabva, milyen távoktatási módszert alkalmaznak. Gyakorlatilag a 740 gyerek közül körülbelül 720-szal pontosan tudjuk napi szinten tartani a kapcsolatot. Azoknak a gyermekeknek az esetében, ahol ezt nem sikerült elérni, ott papír alapon történik meg heti egyszeri alkalommal a feladatok kiadása, illetve rá egy hétre a gyerekek visszahozzák a megoldott feladatokat, és azt szerint értékelik a nevelők. Az egészen biztos, hogy ha vége lesz ennek a járványnak, azzal kell kezdeni, hogy a tanároknak fel kell mérni, ki hol tart, és a legfontosabb feladat a felzárkóztatás lesz. Majd innen kell folytatni a munkát, mondja az iskola igazgatója.